Sokan úgy gondolhatják, a könyvtárak a nevükből is adódóan csak a könyvállományuk kölcsönözhetőségét biztosítják. Ezzel ellentétben a legtöbb bibliotékában, így a Somogyi Könyvtárban is számos különféle szolgáltatás várja az intézménybe beiratkozott látogatókat. A Somogyi Könyvtárban ez már az első emeleten tapasztalható, ahol amellett, hogy tágas tér szolgál helyszínül különféle kulturális események számára, folyóiratolvasó, kotta és CD lemez gyűjtemény, valamint filmes állomány is található. A könyvtárnak az első emelet az egy különleges helyszín, hiszen nagyon sokféle dokumentum típussal találkozhatnak azok az érdeklődők, akik belátogatnak ide hozzánk. Először is kiemelném itt a folyóiratokat, kottákat, hangfelvételeket emelném ki, a filmeket, és szeretném egy kicsit részletesebben is bemutatni ezeket a dokumentumokat, illetve a hozzáépített szolgáltatásokat. Kezdjük is akkor a folyóiratokkal, hiszen az egy olyan dokumentumtípus, amelyre szolgáltatást építettünk, lehet helyben is olvasni, belelapozni. Közel 520 féle folyóirat áll az olvasók rendelkezésére, amelyekbe itt az emeleten bele tudnak nézni. A helyben használatnak talán még elmondanám az előnyét is, hogy át lehet jönni ide a közösségi térbe, a megújult közösségi terünkbe is, lehet beszélgetni, miközben újságokat nézegetnek, napi információcserére is lehetőség van itt. Természetesen mindenki megtalálja szerintem a magának való folyóiratokat. Napilapok közül lehet választani, különböző tudományterületek képviseltetik itt a periódikákat. Például fizika, biológia, kémia, matematika, magyar irodalom, nyelv, és hát ha már nyelvnél vagyunk, akkor az idegen nyelvet se hagyjuk ki. Azok, akik már jobban beszélik a nyelvet, idegen nyelvű újságok közül is tudnak válogatni. Így például angol nyelvű, francia nyelvű, olasz, német nyelvű folyóiratok állnak a rendelkezésre. És hát ha meg soroljuk a területeket, akkor még azért kiemelném a gasztró területet. Itt például megemlíteném azokat, akik valamilyen diétát folytatnak, így például mentes újságaink is állnak az olvasók rendelkezésére, de természetesen a történelem is képviselteti itt magát a kínálatunkban, és hát a szórakoztató irodalmat sem hagynám ki, ami heti rendszerességgel érkezik ide a könyvtár emeletére. És hát ha már beszéltünk a helyben használatról, akkor meg kell említeni a kölcsönzést is. Folyóiratokat is lehet kölcsönözni, hasonlóan, mint hogyha könyvet vinne el az olvasó. Egyébként ez olvasói kérésre történt egy változtatás is a kölcsönzésnél, hiszen a kölcsönzési idő eddig 1 hét volt, és most átjavítottuk ezt 4 hétre módosítva. A kölcsönzésnek azt vesszük észre, hogy az olvasók nagyon örülnek, tehát ez egy pozitív visszajelzés volt, hiszen emelkedett is az olvasóknak a száma, akik élnek ezzel a lehetőséggel, az otthoni meghitt környezetben lehet, hogy szívesebben átlapozzák ezeket a kiadványokat, és hát ugye a darabszám is emelkedett, tehát statisztikában is egy kicsit ezt tapasztaljuk. A zene művelőinek is kedvez az emelet állománya, ugyanis több száz kotta közül válogathatnak, és ezek közül kölcsönözhetnek is. Akik zenével foglalkoznak, tudják, hogy ez nem egy olcsó hobbi vagy terület, nagyon drágák a kották. Ezért arra fókuszálunk, hogy főleg például akár az iskolakottákat, kicsit támogatva ezzel az oktatást is, hogy ha a szülők nem tudják megvenni ezeket a kottákat, innen a könyvtárból ki tudják kölcsönözni, és hát azért ez hozzátartozik, hogy ez ugyanúgy hosszabbítható, mint hogyha könyvet viszel az olvasó. Tehát akár 2 hónapig is kint lehet egy kotta az olvasónál. Természetesen azt tapasztaljuk, hogy vigyáznak is az olvasók a kottákra, tehát ők is tudják, hogy ezek milyen árfekvésben találhatók meg a kotta piacon. Milyen témában is kínálunk kottákat? Itt már ugye az iskolakottákat említettem. Minden
hangszerhez tudunk csatolni iskolakottákat, akár kezdőszinten, akár pedig hát haladó szinten is, és hát természetesen, aki már profi műveli a hangszer használatát, azok is tudnak itt válogatni. És hát ugye, akik akár a zenekarban, vagy akár színházban dolgoznak, ők is szívesen jönnek ide hozzánk, és használják az állományunkat. Nagyon-nagyon sok olyan, akár musical kottáink is, könnyű zenei kottáink is találhatóak, amelyek zongora kísérettel és természetesen mellé a szöveges verzió is megtalálható. Ezeket is nagyon szeretik az olvasóink kölcsönözni. Próbálunk is minden évben, amikor lehetőségünk van ugye állománygyarapításra, akkor próbálunk erre is kitérni, hogy ebbe az irányba is egy kicsit bővítsük az állományunkat. Akik inkább hallgatnák a zenei műveket, azok számára a könyvtár közel 4800 darabos CD-lemezen tárolt hangfelvétel állománya biztosít szórakozási vagy kikapcsolódási lehetőséget. Ez az állomány azért a komoly zenétől, a könnyű zenén, a népzenén, a jazz felvételeken keresztül mindent képvisel. Van lehetőség itt a könyvtárban helyben is zenét hallgatni. Az, aki esetleg pár percet szeretne itt a belvárosban időzni, és van kedve zenét hallgatni, szívesen várjuk itt a könyvtár első emeletén is. Bakelitlemezt is lehet még hallgatni, illetve hát a CD formátumot is lehet hallgatni. A bakelitlemezt, ha már említettem, akkor ezt most szerintem azért, aki követi a zenét, az biztosan tudja és fölcsillan a szeme, hogy hát ez most egy ilyen retro korszakát éli. Éppen ezért valamikor mi is úgy gondolkoztunk, hogy azt az 5300-as állományunkat nem fogjuk leapasztani, hanem meghagyjuk, mert ez még biztos, hogy egyszer elő fog kerülni. Ezek nagyon jó állapotban, nagyon jó minőségű bakelitlemezek, szintén a könnyű zene, a jazz területéről, a komoly zene területéről találhatók benne példányok, és hát ugyanúgy, ez már biztos, hogy nincsen a háztartásban szerintem lejátszó, be lehet jönni, és egy kicsit nosztalgiázni, hiszen azért az, aki nap mint nap mondjuk telefonon, vagy számítógépen hallgat zenét, és összehasonlítja mondjuk egy ilyen bakelit lejátszón hallgatott lemezzel, biztos, hogy tapasztalni fogja azt a különbséget, amit nyújt ez a különleges lehetőség. És szeretettel várunk mindenkit a könyvtárban.